You're my queen of punk. You're the best of punk. You're turning all the trash into a piece of jazz. Üdvözlet a podgyász nézőknek a világ tetejéről, na jó, nem a világ tetejéről, csak Esztergom tetejéről, ugyanis az ország legmagasabb és legnagyobb bazilikájának majdnem a tetején vagyunk, 70 méteres magasságban, úgyhogy ma innen jelentkezünk, tessék szépen ma is velünk tartani. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Esztergomba, a Dunakanyar fővárosába ezúttal Szlovákia felől közelítünk, a Párkányi hídon, hivatalos nevén a Mária Valéria hídon át. Hamarosan olyan élménytúrát mutatunk itt a városban, hogy mindenki szeme szája elállt tőle. A miénk, mikor forgattuk, szó szerint elállt. Na de előtte csobbanjunk egy jót. A város fürdője az úgynevezett Prímás szigeten található. A helyiek igen büszkék rá, hogy aki hozzájuk érkezik, lubickolás közben láthatja a hatalmas bazilikájukat és az itt hömpölygő Dunát is. Aki netán vonattal vagy távolsági busszal jönne a városba, az céltranszferrel is át tud utazni a végállomásokról egyenesen ide a szigetre. Milyen profi legyezője van Dezsőnek, ugye? Hú-hú-hú! Az a jelnek már van hőmérséklete. Olvasó és relaxáló szoba. Esztergomban rendkívül fontos a múlt. Ugye itt már a középkorban megalapozta harmadik Béla király itt a fürdő kultúrát. Itt az közelben lévő Szent Tamás hegy lábánál melegvízű forrásaink vannak, és erre épülve ott volt egy hévíztó, erre ráépülve megalapította az első közfürdőt gyakorlatilag a 13. században. Utána pedig a török korban is számos apró fürdő épült még a városban, majd a későbbiekben 1800-as évek közepén pedig a tavat lecsapolták, és elindult magának a strandfürdőnek a kialakítása. Na jó, gyerünk akkor! A strandtól nem akartunk sokat menni, szerencsére nem is kell a podgyásznak, hogy kényelmes szállást találjon. A város legújabb szállodájának építészeti megoldásai szintén ügyesen használják a környék vizuális vonzerejét. Is a bit clearer than usual, it whistles within. Egy jó uborkás, spenótos smoothie után indulhat a wellness, mintha még nem áztottuk volna ki magunkat rendesen a szomszéd fürdőben. Mindegy, mint mondják, a jóból sosem elég, a látványra persze itt sem lehet panasz. Viktor, ezt nevezem panorámának, azt nézd meg!
lazulás után Petitől, a bartendertől a halban még kapunk egy jó tavaszi koktélt, így hangolódunk rá a következő órák kihívásaira. Az van, hogy reggel van. Ez pedig egy ninja pálya. Tehát ninja pálya reggel. Ezen mindent elmondtunk. All right, let's go! A tévés ügyességi vetélkedőre hajazó ninja pálya a hotel alatt várja az adrenalin kedvelőket, kicsiket és nagyokat. Spéci tapadós talpú zokni kell hozzá, meg jó sok energia. Itt elméletileg rohanni kéne, mint ahogy a ninja pályákon szokás. Mondjuk rohanok most a kamera kedvéért, jó? Viktor, cseréljünk egy kicsit, jó? Kösz! Megérintettem? Akinek a ninja életérzés nem jön be, az akár a lézerszobában is elfoglalhatja magát, de ralli versenyzőként is küzdhet a térdig érő hóban. Annyit csodáltuk már az esztergomi bazilikát messziről, ideje, hogy közelebbről is megvizsgáljuk. Mostanság sok érdekes dolog történik az épületben, ráadásul szuper innen a panoráma a környékre. A város érezhetően újra éled a pandémia okozta bezártságból. Rengeteg ikonikus épületünk meg tudott újulni az elmúlt években, például zajlik a bazilika felújítása is, de megújult a fürdőszálló is a belvárosban, illetve rengeteg új szálláshelyünk van, éttermek, pezsgővé vált a város, rengeteg olyan rendezvényünk is van, amit nem tudtunk megszervezni az elmúlt időszakban, és idén ezek megvalósulhatnak. A Giro d'Italia kerékpáros körverseny első szakasza áthalad majd a városon, ez mindenképpen izgalmas, nem csak nekünk, hanem a Dunakanyarnak is. Kulturális rendezvényeink lesznek, múzeumok éjszakája, ismét párkánnyal közösen megrendezve, határokon átnyúlva, zenekarokkal telik meg a város, ismét lesz lampionos felvonulás. Az esztergomi bazilika oszlop sora olyan monumentális, hogy azt így szavakkal nehéz kifejezni, alájuk kell állni. Tehát például most mi, hogyha így aláállunk, és így felnézünk fölfelé, akkor egy olyan, minthogyha egy hatalmas nagy, több tízemeletes panelház alatt állnánk. Na jó, nem több tízemeletes, csak több emeletes. A bazilika mostanság ünnepli alapkő letételének 200 éves évfordulóját. Az esztergomi országunk legnagyobbja, de méretei alapján a harmadik legnagyobb bazilikának számít Európában is. Az esztergomi bazilika eredeti tervei, hogyha annak idején így épül meg, akkor a vár, mondhatjuk azt mai szóval, tipli. Ezek a sütemények 200 éves receptek alapján készültek, most a bazilika kerek szülinapjára összegyűjtötték a régi egyházi ételeket egy könyvben. Fenn járunk a panorámateremben. Kétszáz éves recepteket böngészek, itt éppen a bal oldalon vizityúkot befőzni, pácolt be a vizityúkot, jobb oldalon pedig vidrát készíteni, vágd fel a vidrát darabokra, a combok és a háta maradjon egészben. 200 éve kikettek ilyeneket. Az esztergomi prímási palota, amely nem messze tőlünk helyezkedik el, itt a kilátásban is látható az az épület, és annak az elődje, amelyben az esztergomi bazilikát építő érsekek udvarában fogyasztottak hasonló ételeket.
maguknak írták azok a szakácsok, akik egymás követve a különböző érsekek alatt itt dolgoztak. Nem is magyar nyelven írták, hanem németül, még akkor is, hogyha ő magyar szakácsnak nevezte magát. Ezeknek egy része csak alapanyaglista, amiből a mostani gasztronómiai szakértők és a szakácsok az alapanyagokból rekonstruálták a feltételezett eredeti ételt. Mehet. Különleges a maga nemében egyedülálló túrára indulunk a Bazilika kupolájába. A felújítások alatt pár hónapig hétvégente bárkinek lehetősége van arra, hogy átélje élete egyik megismételhetetlen élményét. Végig sétálhat szédítő magasságban az itt összerakott speciális állványrendszeren ég és föld között. Maga ez az állványrendszer Európában egyedülálló, és ez lehetővé teszi, hogy turistaként olyan közelségbe kerüljünk a kupola belső stukkóihoz, amire hát nem valószínűleg, hogy lehetőségünk lesz még az életünkben máskor. Esztergom a háttérben, mellettünk a Duna, és rettenetesen félelmetes, de gyönyörűen félelmetes itt fenn a bazilika tetején. Ilyen magasságba feljutni embert próbáló élmény a lélekvesztőszerű liften, aminek van párja is, egy kisebb, azzal még magasabbra lehet feljutni. Az épület teljes magassága 100 méter, az itt dolgozó munkások saját kis várost alakítottak itt ki maguknak. Órákat dolgoznak anélkül, hogy lemennének a földre, most éppen a kupola rézlemezeit cserélik ki. Az 1800-as évek elején, amikor ennek az esztergomi bazilikának a kupola tartó rendszere megépült, fémből épült, ami Európában egyedülálló volt a maga nemében, de az egyházi elöljáróságok annyira nem bíztak benne, hogy az építési helyről el kellett vinni Bécsben, ott összeszerelni, megmutatni nekik, és amikor azt mondták rá, hogy ámen, akkor ide visszahozni, és utána felépíteni ezt itt. Több szakma dolgozik itt együtt, ugye külön szoktuk választani a külső munkákat, amiket végzünk, ugye itt a kereszt aranyozásától kezdve a kupola rézlemez fedésén át a tambur homlokzat megújításáig zajlanak a munkálatok. A másik nagyobb volumenű munkánk az a kupolának a belső restaurálása, ahol aranyozó restaurátorok, festő restaurátorok és kőszobrászok dolgoznak együtt. Most már a bazilika kupolájának a belsejében vagyunk, háttérben ezek a vas traverzek olyanok, mint egy hatalmas nagy fémpókháló lenne. A kupola belsejében összerakott állványzat a maga nemében párját ritkítja a világon. Hónapokig készült 100 tonna a súlya, és szokatlan módon nem a földön támaszkodik, hanem az ablakkeretekben. Így a felújítások alatt a bazilika szabadon látogatható. Ilyen közelről ezeket a díszstukkókat és a kupola más elemeit megnézni ritka, életre szóló élmény. Gyönyörködünk még kicsit ebben a különleges panorámában, ezután átugrunk a földközi tengerben csücsülő szigetcsoportra, Máltára. Ott folytatjuk a podgyászt. Az előbb még ott jártunk fönn. Azért innen egy kicsit békésebb a látvány. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Babe,
Málta egy a földközi tengerben található kis szigetcsoport Szicíliától úgy 80 kilométerre délre. Majd 500 000 lakják. Az aktuális Covid szabályok szerint az országba április elejétől oltatlanok is beutazhatnak. 180 napnál nem régebbi gyógyultsági igazolással, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel. Emellé még egy kötelező regisztráció is szükséges. Jeremy, working in IT, never questions why, he is always me. Gózó Málta második legnagyobb szigete, a turisták kedvelt célpontja. Ezt a barlangot úgy hívják, hogy Mista barlang, az X-et esnek kell kiejteni, és valószínűleg nem teljesen természetes. Tehát már bronzkori nyomokat is találtak itt, lehet, hogy megnagyobbították, később eleve nagyon szép kilátás nyílik a tengerpartra, ahonnan esetleg ellenségek is érkezhettek volna. Victoria, vagy helyi nevén Rabat, máig Gózó egyetlen városnak nevezett települése. A sziget nem hivatalos székhelye, angol nevét a királynő után kapta. Málta ugyanis a történelme egy részében brit gyarmat volt. Az angol telefonfülke például ennek a korszaknak az emléke. Gyönyörű helyen vagyunk, Gózóról visszatértünk az ország nagy szigetére, aminek szintén Málta a neve. A hely pedig a Golden Sand, vagyis az aranyhomok strand. Fentről nézve varázslatos a kilátás. A szigetnek ez a része a helyiek és a turisták nagy kedvence. A háttérben ott a távolban Gózó sziklái, a másik sziget, ez pedig itt az Alma szeme, úgy hívják ezt a kettős partot. Középen, ahol vagyunk, ez a szárazföldi rész, az Alma közepe, vagyis a csuma része, a magház, balra és jobbra pedig a képzeletbeli hús, két jó kis fürdőrész, egyébként ez Málta egyik legnagyobb strandja. Medina városa maga a csoda. Trónokharca rajongók biztos felismerik a kapuját, ami a sorozatban is megjelenik, sőt a belső városrészekben is forgatott annó a stáb. That old feeling, dreams we share together, are just fragments of the past. Szűk utcái gyönyörű virággal befutott falai kedvelt helyei a fotósoknak is. Itt élnek emberek egyébként, vagy ez műemlék minden? Hát élnek, körülbelül 200-an, kevesebben, mint 300-an mindenképpen laknak itt. És ez volt Málta a arisztokráciának a központja. Egy kicsit olyasféle, mint a Várnegyed Magyarországon, de más, mert az egész szigeten ez volt az egyetlen védhető hely. Tehát ez volt Málta régi fővárosa, régen római város volt, de később az arisztokraták itt éltek, és nagyon sok nagy, régi arisztokrata család még mindig itt lakik a városban. Például az Inguanes család a 15. század óta ugyanabban az épületben.
Málta szigetének déli részére autózunk át, ez Afrika felé néz, sziklásabb is a többi partszakasznál. Itt található a megkapó látványú Blue Grotto, vagyis a kék barlang. Errefelé nincs kikötő, kevesebben is lakják ezt a környéket, a távolban az a pici sziget, Filfla, ma madárrezervátum. A kék barlang falai egyébként, ha valaki hajóval bemegy oda, tényleg kékek a visszatükröződő víztől. A meredek part falán ez a kicsike rózsaszínű növény pedig Málta nemzeti szimbóluma. A fővárosban, Valettában jött el a pillanat, hogy erről a színpompás és roppant édes illatú virágról is szót ejtsünk. A leanderit Máltán hatalmas fákká nő, ott van mindenhol, olyan szinte itt, mint a gyomnövény, kertekben, utak szélén, mindenhol, mint ahogy a mediterrán területeken szoktuk, bár a magyar kertészek és kertkedvelők örömkönnyeket hullatnának, ha ilyen gyomnövényeink lennének otthon, vagy legalább ennek csak a negyedére nőne a leander otthon Magyarországon. Nem is búcsúzhatnánk szebb környezetben a szigettől, mint fővárosának, Valettának a látnivalóival. Éppen fellobogózták a várost, ez azt jelzi, hogy nemzeti ünnep jön, valamelyik védőszentjüket ünneplik. Olyanok ezek, mint a vidéki búcsúk nálunk. Edinával, az idegenvezetőnkkel egy szoborlábánál pihenünk meg. Ő Jean-Paris de La Valette, a Máltára érkező Szent János Lendi lovagoknak az első főnöke volt, vezetője. Ő hozta, ő vezette ide a szigetre a Johannita lovagokat, akik aztán utána 250-260 évig uralták a szigetet, és mind a mai napig meghatározók, és ő volt azon kívül a jelenlegi fővárosnak, Valettának is az alapítója. It's a wonderful, wonderful life, no need to laugh. Igazándiból maga a város a létezését köszönheti a Johannitáknak. A 16. században, amikor ide érkeztek a szigetre, akkor a törökökkel vívtak harcot, mindig úgy szoktuk párhuzamba állítani, hogy ugyanaz a Szulajmán harcolt itt is, mint nálunk. Csak ők egy kicsit szerencsésebbek voltak, mert nem tértek annyiszor vissza. Ami igazándiból meghatározó volt az életükben, hogy ez a törökökkel vívott harc, építettek egy erődvárost, amiben most vagyunk, ez Valetta, amelynek az volt a célja, hogy megvédje a szigetet és Dél-Európát a támadó török seregek elől. A város hamisítatlan mediterrán életérzést lélegzik ki és be. A színes virágai, a lemenő nap fényében sárgáló épületei és a kellemes tengeri szél elsimítanak itt minden ráncot a homlokokról. Szívesen mondanánk, hogy minden máltai élményünket bele gyömöszöltük a podgyászunkba, de ez sajnos nem lenne igaz, viszont az adásidőnk végére értünk, reméljük, hogy tetszett azért így is Málta. YouTube-on, Facebookon vissza tudják nézni ezt az adásunkat is, és a korábbi adásokat is, ott vagyunk az Instagramon is, és jövünk a jövő héten is. Viszlát!